Ez a mozaik, ahol a legjobb duma folyik. Ez a mozaik, itt megtudod, hogy mi zajlik. Ez a mozaik, híradó előtti napra kész áradat. Ez a mozaik, politika, film, kultúra, divat. Szép jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Mozaik műsorát látják. Egy újabb, izgalmas hét veszi kezdetét műsorunkban, ugyanis rengeteg érdekes témával készültünk önöknek, különleges meghívottakkal. Indítsuk is hetünket egy hazai szépségkirálynővel, aki fiatalkora ellenére többször is képviselte Magyarországot különböző rangos külföldi versenyeken. Nem sokára Blága Tünde lesz a vendégünk a stúdióban. Még mielőtt azonban rátérnénk mai napi beszélgetésünkre, tekintsünk meg együtt egy összeállítást, melyben azon anyukák kérdéseire adunk válaszokat, akik gondolkodtak már azon, hogyan lehetne ezt a valóban megterhelő iskolai rendszert picit megkönnyíteni. Hiszen ha országosan nem történik változás, a házi feladatok mennyisége pedig egyre csak nő, más alternatívákat kell létrehozni a javulás érdekében. Ilyen például a következő is, melyet a következő videóban láthatnak. Az iskolakezdés a legtöbb szülő számára egy újabb kihívást jelent. Nagyrészt amiatt, mert a munkaprogram nehezen egyeztethető az elemi iskolások órarendjével. A Marosvásárhelyi Buborék tanoda egy jó példa arra, hogy hogyan lehet ezt mind a gyerek, mind a szülő számára kényelmesen megoldani. A tanodánk az 12-től, déli 12-től délután 5 óráig tart. A gyerekek iskolából egyenesen idejönnek, vagy a szülők, vagy a nagyszülők segítségével átsétálnak az iskolákból, környékbeli iskolákból, és itt megebédelnek, ebéd után pedig együtt neki fogunk tanulni. Itt nem kell minden órán tanulni. A tanoda az egyházi keretek között folyik. Ez most nem azt jelenti, hogy reggeltől estig bibliai történetekről beszélünk, hanem más nevelést igyekszünk adni a gyerekeknek. Együtt próbálunk velük tanulni, segíteni az iskolai leckékben. Mindent megosztunk, és a tanulásban nagyon jó megy a tanulás. Itten van egy nagy játszó, és itten sokat lehet kézi munkázni. Három oktató tanítunk itt a tanodában 10-10 gyerekkel. Különböző iskolákból jönnek, más-más tempóba próbálnak tanulni. Van, amikor felmérést teszünk a gyerekeknél, különböző módszerekkel, hogy miben akadnak le. Itt a táncik is mások, a rend is más, ügyesek és segítenek rajtunk. A táncik szokott olvasni mesét. A gyerek fáradtan megy haza. Nagyon sok szülő 5-ig dolgozik. Nagyon sok szülő nem tud otthon segíteni a gyerekeinek. A tanodánkban szociális gyerekek is járnak, akiknek írástudatlan, tegyük fel az édesanyja vagy az édesapja, ők nem tudnak otthon segíteni. Így itt megkapnak egy másfajta hozzáállást, egy másfajta oktatást, amivel már volt rá példa, hogy az anyukát is ösztönöztük, hogy megtanuljon együtt a gyerekével olvasni, írni, számolni. Ő megmondta, hogy neki nem adatott meg annak idején, de ennek segítségével nekik is tudtunk ezzel segíteni. Így nagyon sok szülő, aki tegyük fel 5-ig dolgozik, utána elviszi sportolni vagy táncolni a gyerekét, nincs ideje a gyerekével otthon leülni. A másik dolog pedig az, hogy nem, hogy nincs ideje. Van, akinek van ideje, viszont már fáradt a gyerek.
Bár a mai szülőgeneráció még másban nevelkedett fel, a tanoda és az ehhez hasonló iskola utáni programok lehetőséget kínálnak arra, hogy a nap végén minőségi időt tölthessünk a gyermekeinkkel, ami a mostani folytonos rohanásban nagy kincsnek számít. Tizennégy éves korában kezdett modellkedni a fiatal gyímes középloki lány, azóta már számos hazai és külföldi szépségversenyen vett részt, Európától kezdve egészen Amerikáig. 2018-ban elnyerte a Global Charity Queen Taiwanon zajló szépségverseny Miss Charity díját, és nemrég tért haza a Fülöp-szigetekről, ahol a Miss Earth elnevezésű versenyen Magyarországot képviselte. Természetesen a sornak itt még nincs vége, de bővebben meséljen nekünk Blága Tünde, aki nem sokára velünk lesz a stúdióban. De köszöntelek téged a stúdióban, köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, ha bár most is egy hosszú útról jössz, zajlik az élet körülötted, láthattuk itt a videóban is, meg el is mondtam, hogy érzed magad, mennyire érzed kifáradva magadat? Sziasztok, szép jó estét kívánok, köszönöm szépen a meghívást. Igazából nagyon fáradt vagyok, mivel ugye most értem haza egy hete a Fülöp-szigetekről, és azóta folyamatosan csak utazgatok, felkéréseknek teszek eleget, úgyhogy most is Magyarországról érkeztem, de jól érzem magam, csak fáradt vagyok. Akkor legyen az ember elégedett, hogyha van munkája, végül is ezt szokták mondani, a fáradtságot azt meg hát majd próbálod kialudni, előtte pedig örülök, hogy eljöttél a beszélgetésre. Most aktuális ez a kérdés, hogyha már a Fülöp-szigeteknél tartunk, hogy ugyebár tegnap voltak a választások, ilyen szempontból aktuális, hogy egy kisebb közösség, ugyebár ebben az esetben egy szépségverseny esetében egy kis ország, milyen esélyekkel indul egy világ szépségversenyen? A kis ország, amit te képviseltél? Természetesen hátrányosabb helyzetben vagyunk mi, mivel ugye nagyon nehéz kitűnni egy kis országnak, egy nagy országgal szembe. Na, de ugye minden szépségkirálynő megtesz mindent, hogy kitűnjön meg, hogy jól képviselje a hazáját, tehát hogy ezért próbáljuk oda tenni magunkat és a legjobbat nyújtani, de nem egyszerű, egyáltalán nem úgy figyelnek ránk, mint mondjuk a nagy országokra. Miket érzékeltél? Miért? Hogyan viszonyultak hozzád? Voltak negatív tapasztalataid? Igazából ez úgy van, hogy ugye most például a Fülöp-szigeteken, a Miss Earth világversenyen, ott 85 lány volt. Tehát nagyon-nagyon nehéz kitűnni. És ugye megvannak a nagy országok, amiket úgy jobban felfigyelnek rájuk, és úgy érezhető, hogy úgy tolják őket egy picit. Milyen érzés Magyarországot képviselni? Tehát, hogyha most erdélyi származású vagy, miért döntöttél úgy, hogy egy idő után Magyarországot képviselve nevezel be a szépségversenyekre? Mondjuk hazai szinten nehezebb érvényesülni egy erdélyi lánynak, mint mondjuk Magyarországon? Igazából nekem úgy indult az egész karrierem, hogy 2017-ben megnyertem egy címet, akkor is szintén a Fülöp-szigetekre kellett utazni, és akkor Románia szépség nagykövete voltam, de hogy úgy nem éreztem át ezt az egészet, mert ugye nekem magyar az anyanyelvem, magyarul beszélek, és akkor gondoltam, hogy amikor hazatértem, akkor meg nem voltak megkeresések, tehát hogy ugye azért ilyen kettős dolog van ebben az egészben, mert hogy Romániában erdélyi lányként magyarnak tekintenek. Hát valahogy és sehol nem az van, hogy te saját országodat képviselheted, vagyis hát ugyebár rajtad áll a választás, hogy melyik számodra a megfelelőbb, a kényelmesebb, a barátságosabb, de hogy ez egy igen, egy érdekes helyzet. Láttunk az előbb egyébként képeket is erről a Fülöp-szigeteki utazásodról, ami nem csak arról szólt, hogy mint szépségkirálynő, csak a külsővel foglalkoztatok, hiszen a Miss Earth együtt jár egy csomó más tevékenységgel is. Egy picit beszélsz nekünk ezekről? Természetesen. Ugye nem csak a Miss Earth, hanem az összes világversenyen megvannak különböző feladatok, amiknek eleget kell tenni, viszont a Miss Earth a jótékonyságra épül fel, meg ugye itt látható, hogy gyerekekkel foglalkoztunk, meg azért a környezettudatosság az kap főszerepet,
Számodra ezek fontos dolgok voltak így a verseny előtt is? Próbáltál tenni mondjuk a környezetvédelem érdekében? Igazából őszintén megvalva nem igazán. Tehát, hogy most van az, amikor ugye áttapasztaltam és megérzékeltem, átérezhettem ezeket a dolgokat. De egyébként akkor... olvastam rólad, hogy neked ez igenis, amikor elindultál a pályádon egy korábbi interjúban, hogy számodra ez fontos volt, hogy a közösségért tegyél. Persze, egy ilyen cím megszerzésével. Igen, de hogy igazából most van az, amikor úgy tudatosult bennem, hogy ez mekkora dolog. Tehát eddig is volt, de hogy most van az, amikor így igazán tudatosult bennem, hogy ez nagyon nagy dolog, és hogy mennyire fontos az, hogy tegyünk igenis a környezetünk érdekében. Meg azért nekem számomra inkább a jótékonyság volt mindig is, ami főszerepet kapott az életemben. Bizonyára sokan kérdezik most, hogy így hazajöttél, hogy hányadik helyezést nyertél el, érdeklődnek. Számodra, ezt mondjuk el a nézőknek egyébként, hogy milyen volt a tapasztalatod ilyen szempontból is, és hogy mennyire számít neked az, hogy mondjuk benne legyél az első háromban. Nyilván mindenki örülne, hogyha bekerülne az első három nyertes lány közé, viszont én úgy gondolom, hogy mindannyian nyertesek vagyunk, és nem az számít, hogy hányadik leszel. Azt számít, hogy ott voltál, képviselted a hazádat, méltóképpen oda tetted magad, kapcsolatokat teremtettél, kultúrát ismertél meg. Ez minden előbbre visz téged valójában. Természetesen, és igazából hozzájárul a személyiségfejlődésedhez is. Mennyi időt töltöttél el a Fülöp-szigeteken így együtt? Egy hónapot. Hú, az már elég hosszú idő, hogy úgy bele is láss egy picit a kultúrába, nem tudom, mennyi időd volt erre, vagy nagyon durva tempót diktáltak ott a szervezők? Természetesen úgy van, hogy mindig vannak kisebb programok, amik által közelebb kerülhetsz a kultúrához. Egyébként meg nagyon kemény volt, tehát ilyen 2-3 óra alvás volt. És akkor legyél szép a fotókon. Tehát ez hogy lehetséges ilyen tempóban? És mint csodákra képes. Igen, azért ez is érdekes, hogy mondják, hogy ugyebár a modellek nincsenek kitéve brutalitásoknak, tehát persze nyugodtan meg lehet enni bármit, mi nem fogyókúrázunk. Te mit tapasztaltál? Azért már láthattad a külföldi lányokat is, hogy azért miknek vannak alávetve a modellek egy ilyen helyzetben? Ez egyáltalán nem úgy van, ahogy ugye látják az emberek, mert nagyon sok szempontnak, meg kritériumnak eleget kell tenni, tehát egy nagy verseny előtt mindig odafigyelsz, mit teszel, sportoljál, ugye mivel kihat a bőrödre, tehát egészséges életmód az nagyon-nagyon fontos, és oda kell tenni magad testileg, meg lelkileg, fel kell készülni. De ha már egészséges életmód, akkor vannak ilyen nagyon durván fogyókurázó emberek is, tehát ami már nem az egészséges életmód, mondjuk történnek ilyen, tehát valaki megbetegszik emiatt a versenyre való felkészülés során, vagy hasonlók? Igazából vannak olyanok, hogy megbetegszünk, és főleg nekem is volt most ilyen, de azt szerintem arra vezethető vissza, hogy nagyon kifáradunk, mivel nagyon sokat utazunk. Lelki stressz is ez. Igen, ugyanakkor. És mindenhol helyt kell állni, ott kell lenni, de egyébként meg nagyon jól megéri. Te milyen dolgokat vonsz meg magadtól, mondjuk mikről kellett lemondjál ahhoz, hogy komolyabban foglalkozz a modellkarrierrel? Jó, ezek most a komolyabb dolgok, amikre rákérdeztem, de az is érdekel, hogy te eszel csokit, chipset, hamburgert, bármit megengedsz magadnak, hogy tartsad a vonalaidat? Vagy ilyen alkat vagy? Igazából ez úgy szokott lenni, ugye nekem nagyon jó a genetikám, viszont azért oda szoktam figyelni, hogy mit teszek, mégpedig a bőröm miatt, mivel ugye az kijön a bőrömre, és főleg az arcomon szokott meglátszani a csoki, ugye ami most is látszik, mivel miután hazajöttem, nyilván ez volt az első dolgom, hogy csokit tegyek. A jó román csokit megegyedik. Meg persze, azért... sokszor el kell enged magad, gondolom, azért nem tarthatod egész évben ezt a diétát. Persze, egyébként úgy van, hogy mindig verseny előtt van egy ilyen 2-3 hét, amikor úgy nagyon szigorúan odafigyelek arra, hogy mit teszek, sportoljak, intenzívebben, igen. A szépségen túl milyennek kell lennie egy ideális szépségkirálynőnek? Mert hogy ugyebár láthattad azt külföldön is akár, de akár hazai szinten is, hogy nem csupán ez számít, hogy valaki hogy néz ki, még mik számítanak? Természetesen az, hogy intelligens legyél, meg tudjál szólalni, nyelveken tudjál beszélni, nyitott legyél, kommunikatív,
Tehát nagyon számít az, hogy a külső szépség mellett ott legyen egy belső szépség, a lelki szépség. Számodra ezek közül mi a legnagyobb kihívás? Például gondolom, hogyha külföldre mentél, akkor meg kellett tanulnod angolul beszélni, angolul kommunikálni. Ezek hogy működnek nálad? Igazából ez úgy volt, hogy mindaddig, amíg nem kerültem ki 2017-ben egy világversenyre, azt hittem, hogy beszélek angolul. Aztán meg mikor kikerültem, akkor jöttem rá, hogy nem. És így az évek során tanultam meg. De nem úgy, hogy leültem és kezdtem tanulni. Nyilván azért a nyelvtant helyre kellett rakni, és még van, amit még mindig tanulni, viszont így, amikor lányokkal beszélsz, interjúkra mész, tehát, hogy ezek, amik úgy segítenek fejlesztenek igazából, igen, jobban megtanulni angolul. Mi változott az életedben, amióta komolyabban foglalkozol a modellkedéssel? Mondjuk, hogyan viszonyulnak hozzád az emberek? Megváltozott körülötted a világ? Mindenki nagyon kedves egyébként, viszont érzékelem azt, hogy vannak olyan emberek, akik félnek tőlem, vagy hogy nem mernek odajönni hozzám. De nem is értem, hogy miért. Hát igen, mert hogy egy szép lányt megközelíteni, azért nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy elutasításban lesz részük valószínű, ezt is gondolhatják az emberek. Na és akkor most itt kérdeznék rá egy kicsit pikánsabb kérdés, hogy hogyan viszonyulnak hozzád a férfiak? Bizonyára sokan írnak neked. Hogy tudod egy ilyen nehéz helyzetben, mert mondhatjuk azt is, hogy nehéz ez a helyzet, kiszűrni azt, hogy ki az, aki valóban irántad érdeklődik, a te személyiséged érdekli őt. Igen, nagyon-nagyon nehéz, ugye, mivel már látják, hogy Miss Earth, vagy valamilyen a Miss a verseny keretein belül találnak rám, és akkor ugye nagyon nehéz, hogy tényleg kiszűrd az, hogy akkor most a személyiséged érdekli, vagy az, hogy te ki vagy. De igazából ez úgy van, hogy nekem, mivel volt egy 5 éves kapcsolatom, és úgy márciusban ért véget. Fiatalkorod ellenére. Igen, akkor ez így pontosan mindig kapcsolat. Is. Tehát, hogy én inkább a hosszú kapcsolatok híve vagyok. És elnézést. Ez is a azóta, igen, azóta úgy nem igazán nyitok férfiak fele, tehát hogy nekem most ez az idő arra van, hogy magamra fordítsam, tehát még nem érzem kész magam arra, hogy egy újabb férfi szerepet játszon az életembe, fogalmazhatnánk így is. Most már jó sok mindent elárultunk a nézőknek, azért nyugodtan lehet próbálkozni, kedvesnek tenni hozzá, de hát most nem mindenki számítson arra, hogy te nyitott leszel egy kapcsolatra. Na de egyébként nagyon energikus vagy, meg törtető, tényleg benned van ez a temperamentum. Emellett, hogy neked nagyon fárasztók ezek az utak, meg hogy benevezel versenyekre, indítottál egy modellsulit is, tehát benned van az is, hogy tanítsad az embereket mondjuk erre a szakmára, vagy mi indított téged valójában? Egy picit beszélj erről. Köszönöm szépen a kérdést. Igazából az volt az a pont, amikor úgy döntöttem, hogy fogok lányokkal foglalkozni, amikor már tényleg nagyon sok lány keresett meg, és kérdeztek különböző kérdéseket, hogy mondjuk egy fotózásokon mit kell csinálni, egy fotózáson, akár szépségversenyen, vagy láttam azt, hogy a fiatal lányoknak nincs elég önbizalmuk, tehát nagyon-nagyon fontos. És akkor gondoltam, hogy hát miért is ne segíthetnék, hogyha tudok. És akkor van ez, hogy eljönnek hozzám, és segítek nekük, és közben ugye igazgatom kicsit az útjaikat. Sokan érdeklődnek egyébként? Mi a tapasztalatod? Természetesen vannak érdeklődők, de igazából leginkább azok a lányok jelentkeznek, akiknek nincs elég önbizalmuk. És nem is értem, hogy miért van ez. Tehát nagyon szépek, bejönnek, szépen beszélnek, és úgy nincs elég önbizalmuk. Pont erre van szükségük, hogy megtanulják azt, hogy hogyan is kell kiállni mondjuk több ember elé, és ezeket a fortélyokat ellessék, amiket te már tanulhatták korábban, és át tudod nekik adni. Ez érdekes, ez a tanítási vonal. Mondjuk benne van az is, hogy gondolkodsz azon, hogyha mondjuk a modellszakma egy olyan szakma, hogyha bizonyos korig lehet ugye bár sikereket elérni, persze azon túl is, de azért behatárolt, hogy azután mivel fogsz foglalkozni? Például a tanítás az érdekel téged? Természetesen érdekel, viszont most kezdtem el a modellügynökségemet is, úgyhogy azzal is fogok foglalkozni, viszont én most tanulok a Csíkszeredai Szapienci a kommunikáció és PR szakán, úgyhogy a későbbiekben valószínű, hogy valami ilyen területen fogok elhelyezkedni. Akkor ez sem hanyagoltad el, bár egyáltalán. Ugye bár sok idődet felemészti, ez fontos, hogy tanulni is jusson időd. Szerencsére a tanárok nagyon megértőek, mindenben támogatnak, úgyhogy
Picit most, hogy itt már a reklámhelye is van egyúttal, hogy hol tudnak jelentkezni esetleg az érdeklődők hozzád, vagy hogy keressenek meg, hogy vegyék fel veled a kapcsolatot, meg hogy mikor indul esetleg egy ilyen kurzus, hogyha jól mondom? Nyugodtan lehet nekem írni privát üzenetet, meg van egy oldalunk, Féri Modell oldal, és oda is lehet küldeni üzenetet, de hogyha nekem küldenek, akkor az úgy sokkal személyesebb, és ugye sokkal jobban szeretik a lányok, hogyha én válaszolok, úgyhogy nyugodtan írhatnak nekem. December 6-ára terveztük. A következő Mikulás napjára? Igen, pontosan, mert hogy kaptam egy felkérést Vietnámba, és december 2. felében oda kellene utazni. Hát te körbeutazod a világot, úgyhogy ez így nagyon jó, hogy fel tudod fedezni. Mi esetleg a kitűzött célod? Mi az, aminek a legjobban örülnél, mondjuk, amit hozna ez a szépségversenyeken való részvétel? Teszem fel egy felkérés, esetleg egy filmszerep, vagy valaminek a reklámarca lenni. Ezen gondolkodtál? Természetesen nagyon sok a felkérésem, és én mindennek nagyon örülök, és igazából nem gondolkodtam ezen, tehát bármi jön, és nekem megfelelő, az elveimnek nem mond nemet, akkor azt elvállalom szívesen, nem mond ellen az elveimnek. Elnézést, a fáradtság. Persze, én is az előbb belebotlottam itt dolgokba, de hát ez ilyen. Van olyan esetleg olyan verseny, amire már beneveztél? Tudom, hogy ki vagy fáradva, igen, apropó, de igen. Hogy gondolkodsz már ezen, hogy mi lesz a következő lépés? Hallottuk itt ugye Vietnámot, oda fogsz menni legközelebb? Igen, de az nem verseny lesz, fotózás. A fotózás. Igen. Versenyre már neveztél be? Nem. Hol látható? És nem is szeretnék most. Most tényleg a pihenésre, meg az egyetemre fogok koncentrálni, mivel ugye a harmadévem, és szeretném sikeresen befejezni. Otthonodnak mit szoktál mondani? Gyímesbe szoktál lenni? Csíkszeredát, igen. Igazából már felkértek, hogy menjek a Universe-re az idén, a Miss Universe-re, ami a világ legnagyobb versenye. Hát ez egy nagy bejelentés igazából, akkor így leshetjük. Hogy... Igen, de egyébként nem vállaltam el. Túl nagy kihívás, túl nagy teher? Úgy gondolom, hogy most nem állok kész egyáltalán. Főleg így két világverseny után, mert ugye voltam Miami-ban, és utána egyből utaztam a Fülöp-szigetekre, és veszítettem is a súlyomból, meg nagyon fáradt vagyok. Tehát úgy érzem, hogy most egy kis visszavonuló szükségem van. Bocsi, hogy közbeszóltam, de hogy azt látom, hogy a sok pozitív tapasztalat mellett, nyilván még nagyon friss az élmény, ez is okozhatja, de azért nem semmi egy ilyen versenyen részt venni, meg modellkedni, tehát nem egy olyan tele pozitív dolgokkal járó szakma, úgyhogy én csak arra kérnélek, hogy tanácsolj valamit azoknak a fiataloknak, akik esetleg erre a pályára készülnek, mi lenne az, amit mondanál nekik első körben? Legyenek nagyon-nagyon kitartóak, hiszen nekem is 9 éven betelt, hogy eljussak erre a szintre, és még mit tanácsolhatnék. Ne legyen a modellkedés az első kitűzött céljuk. Mindig legyen egy B-tervük is emellett? Egy A és a B legyen a modellkedés, én úgy gondolom. Mivel elkövettem én azt a hibát, hogy nekem az A volt a modellkedés, és utána jöttek a többi tervek. Aztán most meg rájöttem arra, hogy igazából ez B-terv kellett volna legyen. De hiszek abban, hogy minden okkal történik, úgyhogy bizonyára ennek is van oka. Igen, hát köszönöm szépen, hogy itt voltál és megosztottad velünk ezeket az élményeket. Szerintem hasznos tanácsokat adtál a fiataloknak, és kívánok neked sok sikert továbbra is. Remélem, hogy még látunk és képviselheted akár az országunkat is, vagy Magyarországot, de mindenképp szívesen nézünk majd téged. Köszönöm szépen a meghívást. És jó pihenést. Köszönöm. Következő percekben Pulzus című rovatunkkal fogjuk tovább folytatni, amelyben a lovasterápiáról beszélget Gál Noémi. A Gedeon Richter Románia támogatásával. Üdvözlöm Önöket! Ha kíváncsiak, hogy milyen és miről szól a gyógypedagógiai lovaglás, akkor tartsanak velem! A gyógypedagógiai lovaglás, lovasterápia célja a tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott, autista,
részképesség problémákkal küzdő, látás és hallássérült, esetenként mozgássérült, magatartászavaros, hiperaktív, valamint beszéd problémákkal küzdő, esetleg inadaptált gyerekek és fiatalok fogyatékosság specifikus fejlesztése, egyénileg vagy csoportosan a ló, a lovaglás, a lovardai tevékenységek és környezete által. A lovasterápia egy alternatív terápiás módszer, mely a gyerekek komplex fejlesztését foglalja magába, ahol a ló aktív cselekvőtársként van jelen. A lovasterápia titka maga a ló, mely sokoldalúságával, személyiségével, szeretetével, empátiájával motivációt ad a gyerekeknek. Úgy jellemezném a lovasterápiát, mint érezve, látva tanulsz, érezve fejlődsz, fejlődsz, hogy több lehess. Egy terápiás foglalkozás 25 perces, általában van egy lovas vezető, egy lovas emberünk, jelen van a ló, aki egy aktív cselekvő, aki mindig szeretetet, meg megnyugvást, meg önbizalmat sugal, jelen van a terapeuta, a kóterapeuta, és a gyerek persze. Előre tervezzük a gyereknek a képességeire, hogy azon a nap mit szeretnénk fejleszteni. Ma, mint láttátok, az egyensúlyra alapoztuk a tevékenységünket, eszközöket, játékokat hozunk be, a kreativitásnak nagyon fontos szerepe van. A gyerek először is a lóval alakítja ki a kapcsolatát, lóval való bánásmód, megközelítés, lóra való felszállás. Nagyon nagy segítséget nyújt az, hogy a lóra úgy szállhat fel, hogy lépcsőn, és az neki nem nehézség már, mert kapaszkodik, és akkor fel tudja húzni magát. Onnan kezdődik az izomlazító gyakorlat, kis, nagy mozgások, bemelegítő gyakorlatok, torna, mondókával, énekkel egybekötve, és követi a konkrét fejlesztési terület része. A gyerekeknek a kedvenc része az ügetés, azzal szoktuk motiválni őket, hogyha elvégzett az adott feladatot, akkor következik az ügetés. Kinga megjegyezte, hogy az a kislány vagy kisfiú, aki első perctől nem közeledett a lóhoz, nem mert vele kapcsolatot alakítani, nem is akart felülni a hátára, most már önállóan egyedül üget. Épp csak szaladnak mellette, hogy érezze a biztonságot. Ez is jelzi, hogy mennyit fejlődnek a gyerekek a foglalkozások során. Kezdetben a gyerekek görcsösek voltak, elengedték magukat, folytak jobbra-balra, tehát csúsztak el a lovon, nem tartották magukat, most a tartásuk egyenes, a figyelmük, az összpontosításuk, és lélek van benne, meg hogy nagyon szeretik mindazt, ami a lóháton történik. Lehel édesanyja elmesélte, hogy ők február óta járnak lovasterápiára, és kisfiára nagyon pozitív hatással van a foglalkozás. Hétről hétre, hát ezelőtt még 3 hete úgy üvöltött a lovon, hogy nem tudtuk, hogy kijött a szomszéd bácsi, hogy hát mi történik. És ma például így még nem ült fel, hogy ilyen felbátradva, hogy ma felült, hogy két kézzel incsen, meg ilyesmi. Nem, ilyesmi még eddig nem volt. A lovarda vezetőjétől megtudtuk, hogy milyen lovak a legalkalmasabbak a lovasterápiára. A lovasterápiára a legalkalmasabb az idős ló, nyugodt idegrendszerű, amelyikkel lehet nagyon jól dolgozni a fogyatékos gyerekekkel, segítségre szoruló gyerekekkel. Türelmes, ha megcsipkedik, nem reagál éppen annyira, vagy békésen tűri azt, hogy a hátán különböző gyerekek, különböző tevékenységeket végeznek a gyógyterapeutákkal együtt, közösen. A lovaink azok már szokva vannak avval, hogy óráról órára mindig más valaki lovagolja, és a megfelelő bánásmód hozzásegíti a lovat is ahhoz, hogy ezeket a gyerekeket is türelemmel viselje a hátán. A lovasterápiás foglalkozás a Közösségért Alapítvány és a MOL Románia 2018-as pályázata megnyerése után indult, és mivel annyira pozitív hatása volt a foglalkozásoknak, döntöttek úgy, hogy folytatják.
Eddig tartott a mai pulzus. Köszönöm, hogy minket választottak. Viszontlátásra! Pulzust a Gedeon Richter Románia támogatta. Kulturális programokkal folytatjuk tovább, hiszen szerencsére akad jó néhány belőlük itt Erdély területén. Koszorús Krisztina pedig össze is gyűjtötte nekünk azt. A kimenő következik, tartsanak velünk! Üdvözlöm a kedves nézőket, sziasztok, greetings! Ma november 11-e van, hétfő, és 1791-ben ezen a napon született Katona József drámaíró. Szintén ezen a november 11-i napon született Fjodor Dosztojevszki orosz író 1821-ben. Ez a kimenő, én Koszorús Krisztina vagyok, nézzük az e heti kínálatot. Az M-Stúdió harmadik alkalommal rendezi meg idén a Flow Nemzetközi Mozgásszínházi Fesztivált november 13 és 17-e között Sepsiszentgyörgyön. A Flow 3 idén is a kortárs tánc széna reprezentatív irányvonalaiból mutat be előadásokat, a fesztivál fő tematikája a letisztultság és a minimalizmus köré épül. Az idei fesztivál programjában is rangos, nemzetközileg elismert alkotók és társulatok kapnak helyet. A 25. évforduló bűvöletében hirdeti meg programjait idén a Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár. A szervezők sajtótájékoztató keretében ismertették az idei vásár legnagyobb érdeklődésre számot tartó programjait. A kortárs magyar irodalom jeles szerzőivel, színházi előadásokkal és koncertekkel, valamint 41 kiadó 15-20 ezer könyv címével várják a látogatókat november 14 és 17-e között a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház épületébe. Földes László Hovó, a Budapesti Nemzeti Színház repertoárján is szereplő, a Föltámadás szomorúsága című önálló előadó estjét hallhatja a Székely Udvarhelyi Közönség. Egyrészt a Magyar Nyelv Napja, másrészt az Adi Emlékév apropóján a Polgármesteri Hivatal Szent István termében november 13-án szerdán 20 órától. A Föltámadás szomorúságát Vidnyánszky Attila rendezte, a zenei aláfestést Fekete Kovács Kornél jegyzi. Ha november, akkor Tibelius Kamarazenei Fesztivál. Idén 14. éve annak, hogy a novemberi napok zord hangulatát a Marosvásárhelyi Kultúrpalotában megszólaló kamarazene enyhíti. A Tibelius Kamarazenei Fesztivál idén is világszínvonalat képviselő, hazai és külföldi előadó koncertjeivel várja régi és új közönségét. Kiváló előadó művészek és különféle együttesek érkeznek Kanadából, Magyarországról, Svédországból, az Egyesült Államokból, Németországból, Hollandiából és természetesen Romániából is. Ebben az esztendőben november 10 és 17-e között minden este 7 órai kezdettel a Kulturpalotán koncert termében. A belépés pedig díjtalan. Ennyi volt a mai műsor, tartsanak velem holnap is. Katona József szavaival búcsúzom, aki azt mondta: a célod nem, de módjaid utálhatom. Kellemes időtöltést kívánok, ne feledjék kivenni a kimenőjüket. A viszontlátásra! Bizonyára a napi híradóban is legfőbb téma lesz a tegnapi esemény és annak eredményei, de Gál Noémi majd bővebben elmondja nekünk. Szia Noémi, gondolom nagyon fontos hírekkel várod ma este a nézőket. Melyek lesznek azok? Szervusz Laura, köszöntöm a nézőket is az új héten. A híradóban leginkább a tegnapi államfőválasztásról lesz szó. Eredményekről, számokról számolunk be, de más események is zajlottak a hétvégén, azokról is szó lesz. Választások. Lejárt az első forduló, ma este hivatalosan bejelentik a továbbjutókat is. Már csak az a kérdés, hogy ki a kisebbik rossz. Régiók. Nagy a különbség az egyes régiók szavazatai között. Élesen elválaszthatók a Johannispárti megyék a Döncsilő pártiaktól. Emléknap. 101 éve ért véget a nagy háborúnak is nevezett első világháború. Híradó után nem sokkal Zebra című műsorunkat láthatják, melyben tehetséges emberek mesélnek arról, hogy miért is gondolták, hogy itthon fogják építeni a jövőjüket. Mutatom az ajánlót. Mindig igyekeztem keresni olyan dolgokat, amik igazán érdekesnek tűntek nekem. Szakmám egyenlőségjelet tennék, hogy a hivatásom is. Rengeteg dolgot lehet itthon csinálni, itthon létrehozni, nem kell azért elmenni. Semmiféleképpen nem szerettem volna, hogyha egy karácsonykor egy radiátor melegíti a hátamat. Bíz az ötleteidbe és önmagadba, tehát ez egy alapvető dolog. Rá kell tudni hangolódni arra, hogy mi kell következzen. Fiatalok,
Tehetségesek, itthon maradtak. Csernácki Emőke és Zsigmond István a Zebrán a gondolatok átjáróján. Ma este 8 órától az Erdélyi Magyar Televízióban. Kedves nézőink, műsorunk végéhez érkeztünk, 7 órától, tehát ne feledjék, a híradó következik. Én pedig holnap is várom önöket 5 perccel korábban, mint eddig, úgyhogy mindenki jegyezze meg új időpontunkat. 18 óra 15 perckor lesz tehát ezentúl a mozaik. Remélem sokan Facebookon is követtek bennünket, hiszen most már élőben jelentkezünk ott is. A viszontlátásra!